Milyen benyomásai vannak a debreceni EB-vel kapcsolatban? Pozitív benyomásaim vannak, de ugye itt már volt EB-rendező, igaz, hogy rövid pályás, és az is jól sikerült. Már itt van tegnap óta, most már a várost is látta, az hogy tetszik? Nem voltam városnézésen, mert délelőtt az úszodában az előfutamokat néztük, utána délután ismét lejöttünk, de egyébként láttam már máskor a várost, és nagyon szép. Pláne, hogy így fejlődik, és alakul minden. Most ismét bemondták, hogy az Egerszegi Krisztina csúcsa még mindig él. Ez milyen érzés? Nagyon jó érzés, de igazából, hogyha megdöntötték volna, akkor se lett volna semmi rossz érzésem vele kapcsolatosan, mert semmi nem tart örökké. Tehát tudom, hogy előbb-utóbb ugyanúgy a világcsúcsot megdöntötték, ezt is meg fogják dönteni. Nagyon keveset hallani önről. Mit csinál a három gyerek nevelésén túl? Velük vagyok. Úgyhogy őket igazából sofőrködöm, mert őket viszem a különböző foglalkozásokra az iskola mellett, de úgy gondolom, hogy egy anyának ez a feladata. És az úszás teljesen megszakadt a kapcsolat, vagy azért még lelemegy az úszodákban? Nézőként szoktam nézni versenyeket, nem konkrétan világversenyeket, ilyen nagy versenyeket, hanem bármilyen kisebb versenyeket, hiszen azért a családban is vannak, akik úsznak. Úgyhogy olyan szinten szakad meg, hogy nem úszunk, de attól nézőként még nézem. Amúgy a versenyzők között van kedvence? Én mindenkinek nagyon szorítok. Ha ki kell emelni, akkor a Jakabos Zsuzsinak, az Evelynnek talán egy picivel jobban, de egységesen szorítok mindenkit. Köszönöm szépen!